Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás február 27-éig. És most megtekintjük a képeket. A hét elején vannak nálad még félelmek. Minden olyan túl sok, nem tudod hogyan tovább. Ezek a bizonytalanságok. De hamarosan elmúlik, mert itt van ez a gazdag lány, aki lehet egy személy, és segít neked, talán az anyagiakban, vagy a munkát illetően, de az is lehet, hogy változnak a gondolatok, és te vagy ez a gazdag lány, hiszen megvan a tehetséged, a gazdagságod, a belső értékek. Itt látható, hogy mennyire kreatív vagy. Már hosszú ideje vártál arra, hogy itt legyen javulás, és végre elérkeztél az élet utadon ide, és kimutathatod ezeket a tehetségeket. Ez lehet egy munkahelyi változás is, vagy valami változik körülötted, és megvan itt a szépséged, a tehetséged. Itt van egy utazás, ez lehet ez az életút, és ez utalhat a te hivatásodra, ami nyereségekkel jár, tehát pénz jön a házhoz. Amit ez a kép még jelenthet, külföldi kapcsolatok, vagy tényleg egy utazás, és ez eredményes lesz, hiszen itt a kártyák arra utalnak. Azon kívül lesz egy fontos beszélgetés, egy találkozás valakivel, ez is előnyös számodra. Valaki segít neked, vagy lehet az is, hogy munkahelyi változás lesz, és itt indul egy új irány, ami nyereményekkel jár. Nem csak a hivatást illetően lesz szerencséd, hanem a szerelmet illetően is, hiszen ez a kártya azt jelenti, hogy szerencse a szerelemben. Azon kívül lesznek itt fontos döntések, vagy részedről, vagy részéről, de itt még úgy mérlegelni kell a dolgokat. Lesz mozgás, lesznek találkozások, minden jóra alakul, és ez, ami változik nálad a héten. Viszont vannak még olyan szomorú gondolatok, de szerencsére itt van a tolvaj, aki eltávolítja ezeket a gondolatokat. De az is lehet, hogy itt lesz egy lopás, és emiatt vannak ezek a szomorú gondolatok. De ez megoldódik, hiszen itt látható a nagy szerencse és a remény. A lelki társad áll itt a középpontban, és gondol rád. De nem sieti el a dolgokat, hiszen benne van ebben a transformációban, még kell számára egy kis idő, hogy beszéljen a terveiről, de ennek ellenére látható itt a szerencse a szerelemben, és itt van a remény hozzá. Az ősi kultúrákban úgy szokták mondani, hogy a lepke az szimbolizálja a lelkünket. És akkor az azt jelenti, itt van köztetek egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. És ami a jövőt illeti, itt kéz a kézben haladtok előre. És ez a kislánya, gólya jelenthet egy kisbabának a születését is, de szimbolizál változásokat, egy új kezdetet, és itt van a kezében a kulcs, ezt átnyújtja számodra, ami azt jelenti, légy magabiztos. Itt kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!